Most kapcsoltam be. Hát. Tiszteltel köszöntöm a Franco TV nézőt, Losoncról jelentkezünk, ahol a Losonc egy nullára nyert a füle ellen a Palosz rangadón, és itt van mellettem két losonci légiós, egy japán és egy brazil. Cájási? Hayashi. Hayashi és? And your name? Aguilar. Jó. So, uh, So, first of all, congratulations to the victory and uh, you play very well, a uh, libero. What are you doing in the third Slovak league, Aguilar? <laughs> I think it's uh, the best opportunity in my life here uh, because uh, uh, all about the coronavirus, you know. So now the president, the city. Uh, Gave me a, a new opportunity in my life, and now I'm very happy. I'm very happy to, because the match, you know. And I just want to play and <laughs> be happy again. <laughs> okay, so you're a professional player in the Slovak League. Yes, uh, I'm a professional here. In the, uh, I hope I can, I can go up and first league. I don't know who knows, huh? <laughs> but uh, I I want to just uh, think about here and play. All the games and the, let's see what, what happened. <laughs> okay, I translated to Hungarian. then after we will continue. Okay? Szóval azt kérdeztem, hogy egyáltalán a söprögető nagyszerűen játszott. Aztán le kellett cserélni, majd erről is megkérdezem. És hogy mit keres a szlovák harmadik Ligában, és azt mondta, hogy hát nagyon köszönni ezt a lehetőséget és hát főleg most ugye a járvány miatt is nem tud tovább lépni, de mindent megtesz azért, hogy a losonc jobb legyen, jó legyen, és hát szeretné felhívni magára a figyelmet, hogy az élvonalban is szerephez jusson egyelőre ennyit, és most kérdezek egy japán légiós, aki csereként áll be. So, Hayashi, you are no professional player. Yeah, maybe. Just amateur. Yeah. Student? No. Just player. Yeah, just player. And what about the match, the second half? It was easy to go to play together? Yeah, I think easy, easy. And what about the victory? Yeah. Celebration? Celebration. <laughs> Will be? Yeah. Okay. Thank you. Sayonara. Sayonara. <laughs> Arigato. Okay. Hey. Okay. Szóval megpróbáltam ilyen japán-angol-magyar keveréket belevinni, azt kérdeztem a hajasítól, aki egy japán vendégmunkás, ő amatőr, csak focizik, tehát nem is diák. diák, fociból próbál meg megélni. És hát kérdeztem tőle, hogy a második fél milyen volt belépni, hogy könnyű volt a meccsbe beszállni, és hogy lesz-e majd ünneplés a meccs után, és azt mondta, hogy igen, könnyű volt játszani, mert jó játékosok vannak itt, és hát majd megünneplik ezt a győzelmet. Thank you, and uh, second question, what about your injury? Are okay? you Now I'm feeling a little a little pain, but uh let's wait some days, maybe two days I can maybe I might come back and play again. Igen, ugye le kell cserélni <laughs> az egyik legjobb bolkalosanciaknál, és hogy van a lába és azt mondta, hogy haram én egy pár nap múlva rendbajon and just the last <laughs> question. Okay, let's <laughs> say him, Aguilar, <laughs> because he's better speaker. Okay, So uh the decisive uh moment was uh the penalty. And the opponent team told me that the trainer of the opponent team that it wasn't a penalty because <laughs> their goalkeeper okay hold the ball and just contact, but uh, he took the ball, so it was not penalty. <laughs> what about your okay? You not scored, your colleague scored the goal, but how did how did you see the the penalty situation? Uh, I'm not sure, but uh, I think there was a little a little shock, you know. Uh but that's uh, it's not our problem, you know. <laughs> we just must uh, make scores and win the match. Igen, megkérdeztem azt, hogy mi hogy látta a 11-est, mert én úgy láttam, hogy a kapus <laughs> elítette a labdát, a fülekért közben a följelő embert is elítette. Azt mondta, hogy hát igen, ezzel lehet vitatkozni, de ez, nem az ő gondjuk, hogy gondjuk az, hogy gólokat lejön és nyerjék a meccset. Thank you, Hayashi. Thank you. <laughs> and uh, thank you, Aguilar, and uh, good luck. Thank you, thanks so, so much. I'm very happy. Thank <laughs> you. <laughs>